Vércukorszint és vérnyomás mérés a projekt Nagyecsedi állomásán. Az érdeklődők azt is megtudhatják, mi okozhatja az infarktust és hogyan történik a szívkatéterezés. A karnak az artériáján keresztül vezetjük föl, egészen a szívig, meg lehet festeni a koszorúereket. Látszik, hogy melyik van elzáróva, hol van valamilyen kis picin sérülés benne. Több mint 20 települést és összesen mintegy 30 ezer embert érint a Jót-Sióla Szatmári Kistérségben Egyesület pszichiátriai megelőző projektje. A tapasztalatok szerint valamennyi helyszínen sokan vettek részt a programokon. A Jócsó az nagyon érdekes volt a lakosság számára, és szép számban részt vettek. Elsősorban az ingyenes szűrővizsgálatok, mint például a vércukorszintmérés a lakosság felnőtt lakosság körében, a vérnyomásmérés, a testtömegindex számítás, a testzsír százalék számítás, ezek voltak a legfőképpen az érdekesek, de azt gondolom, hogy a szakemberek segítségét is szívesen igénybe vették a sátrakban, hiszen voltak internetfüggőséggel kapcsolatban kiszűrt, főleg fiatal személyek, alkoholfüggőség, drogprevencióval érkeztünk, tehát nagyon-nagyon széles volt a paletta, és nagyon szívesen részt vettek a programokon. A szakemberek szerint fontos, hogy a prevenciót már gyermekkorban elkezdjék. Az iskolákban a diákok többek között az alkohol, a dohányzás, valamint az internetfüggőség, azon belül is a közösségi oldalak veszélyeivel is megismerkedhettek a projekt keretében. Az volt inkább a tapasztalatunk, hogy amíg a gyerkőcök tudják, hogy ezeket mennyi jó és rossz dologra is lehet használni, addig pont sajnos a pedagógusok, szülők azok, akik le vannak ebben maradva, és amíg mondjuk egy nagyszülő szülő úgy engedi el ma is a játszótérre a gyerekét, unokáját, hogy vigyázz, ne állj szóba idegennel, addig mondjuk, amikor a gyerek bemegy a szobába és facebookozik, ugyanez a mondat nem hangzik el, pedig sajnálatos módon az internet egyik nagyon fontos veszélye, hogy például ismeretlen emberekkel is össze lehet ott találkozni. A felmérések szerint a Mátészalkai kistérségben élőket több stressz éri, mint például egy nyugat-magyarországi embert. Ilyen esetekben pedig több rossz szokás is kialakulhat. Ezért nagy jelentőségű a projekt a szatmári településeken.